Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunktól, Jézus Krisztusunktól. Amen. Szeretett testvérek, fennállva énekeljük kezdőénekünket, amely a 254. dicséretünk első verse lesz. 254. dicséretünk első verse eképpen kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Foglaljuk el helyünket, és énekeljünk tovább, de immáron nem a református énekes könyvünkből, hanem mint ifjúsági istentiszteleteken lenni szokott, egy ifjúsági éneket hoztunk. Erre a mai alkalomra először a Rejts most el című, illetve kezdetű énekünket énekeljük. Nézzük a kivetítőt, ott van a szöveg, aki ismeri, nyugodtan énekelje velünk, bátran. Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek szent igéjét olvasom János evangéliumának második fejezetéből, annak is az első 12 versét. A felolvasott igét a gyülekezet leülve és nyitott szívvel hallgassa meg. A kánai mennyegző. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a medreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Kegyelmes Istenünk cselekedje, hogy igéjének meghallói, igaz megtartói, befogadói tudjunk lenni, ezért emeljük föl szívünket Istenünkhöz, hajtsunk fejet, és imádkozzunk eképpen. Urunk Istenünk, nagy a te gazdag szerelmed és kegyelmed, hiszen itt vagyunk, a szomorkás idő ellenére is ide vezettél bennünket, hogy megvidámíts bennünket, hogy azt a szomorúságot, ami körbevesz, azt most félre tudjuk tenni, a te igéd mellé leülve, szívünket nyitogatva, te rád tudjunk igaz szívvel és igaz hittel figyelni. Urunk, nyisd meg a mi lelkünket, add meg nekünk, hogy mindazt, amit hallunk, mindazt, amit átélünk, mindazt, amit érzünk, mindazt, ami boldoggá tesz bennünket, ami örömmel tölt el, az ne csak ideig, óráig tartson, hanem sokáig legyen a te igédnek üzenete, legyen a te örömöd egész életünkben, ami kísérünk. Add meg nekünk, hogy mindig te rá tudjunk figyelni, és akkor, amikor megbotlanánk életünkben, mindig jusson eszünkbe az, hogy te mi az, amit tanítasz nekünk, hogyan tudunk hozzád visszatalálni, és ha kell, akkor hogyan tudunk tőled újra kérni. Azzal a csodával, amellyel ott azokat az embereket Kánában teljes mértékben megerősítetted abban, hogy higgyenek ezt a csodát. Add meg nekünk ezen a mai délelőttön is. Add meg, hogy szent lelked érjen el. Add meg, hogy igéd jusson el a mi szívünkig. És add meg, hogy
értelmünkkel meg is értsük, és azt tovább vigyük, sőt, ha indítasz bennünket, hirdessünk téged. Urunk Istenünk, légy velünk, áld meg alkalmunkat Szent Fiadért, Krisztus Jézusért. Amen. Készüljünk az ige meghallására, és énekeljünk a már megkezdett 254. dicséretünknek, énekeljük el az 5. versét, az 5. vers eképpen kezdődik, segítségül azért Istent hívjátok. Segítségül azért Istent hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok. Igen, nagy jó az bizonnyal tudjátok. Benne bízó emberek, mint boldogok. Drága testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk az imént felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 2. részéből, a 2. rész 5. verséből, eképpen szól az ige, bármit mond nektek, tegyétek meg. Amen. Drága testvérek, Nyugodalom napot szentelő keresztény gyülekezet, kedves ifjak és még ifjabbak. A kánai mennyegző történetének a sora volt előttünk az imént felolvasott ige szakaszban, és eszembe jutott valami, amit szeretnék átadni. Így rögtön akkor, amikor ezt az igét elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy a világ egy csoda. Lehet, hogy nem mindig vesszük észre minden egyes apró csodáját, de higgyük el, hogy az egész világ egy nagy-nagy csoda. Minden, ami benne van, olyan hatalmas ámulattal töltheti el az embert. Olyan jó ránézni, jó, hát most éppen nem, mert esik az eső, de a természetre egyébként akkor, amikor kinyílik tavasszal. Olyan jó az akkor, amikor az embert hosszú-hosszú napsütésmentes időszak után egyszer csak kimegy és melengeti az ember arcát a napfény, az a meleg, ami körülvesz bennünket. Minden csoda, amit Isten teremtett, ami tőle van, ami az ember boldogulását szolgálja. Csoda Istennek a gondviselése, csoda a megváltás, csoda Jézus Krisztus élete. Úgy van ő előttünk ebben az ige szakaszban, mint egy olyan valaki, aki csodát tesz. Aki azt a csodát, amelyet Isten úgy napról napra az emberek felé átnyújt, azt ő megsokasítva még inkább oda teszi az embernek a kezébe. Olyan sokan mondják mindezeknek ellenére, hogy csodák már pedig nincsenek, hogy az ember, aki egyébként pedig lehet, hogy ő maga is átélője ezeknek, úgy hajlamos szépen lassan elhinni, hogy ebben tényleg lehet valami, és nincsen csoda. Mivel lehetne az emberek bizalmát visszanyerni, visszahelyezni oda Isten kezébe? Azzal, hogy megismertetjük velük, akik lehet, hogy csalódtak már az Istennek a csodáit, amit Jézus Krisztus által tesz. Másik kijelentés, milyen jó lenne, hogyha én is meg tudnám azt tenni, amit Jézus a vízzel. Hát ezen biztos sokan elgondolkodtak már, hogy milyen jó lenne akkor, hogyha lenne előttem egy pár liter víz, és akkor egyszer csak úgy bor lenne belőle. Hát a fiatalabbak talán még nem, bár lehet, hogy éppen ők azok, akik még inkább, mint az idősek. De milyen jó lenne, milyen költséghatékony lenne az, hogyha én ezt meg tudnám csinálni.
ugyanúgy, mint ahogy annak idején ő. Aztán megint jön a kétség, mert ilyenkor rájövök arra, hogy hát én nem tudom azt megcsinálni, és akkor megint elkezdek azon gondolkodni, hogy csodák már pedig nincsenek, mert én képtelen vagyok megtenni. Ilyen nincs. Aztán a beszámolóból, amit hallhattunk az előbb, kiderül, hogy mégis van. Mert hogy Jézus megteszi. Nem egyszerűen ember, ő az Isten fia, ő képes erre, mert ő az, akinek engedelmeskednek a természet erői, ezt nem csak itt látjuk, hanem a későbbiekben is nagyon sokszor. Hiszen ő az, aki a tengeren jár, ő az, akinek a szavára a vihar lecsillapodik. Ő az, aki bármit mond, minden és mindenki engedelmeskedik. Jézus ezeket a csodákat, ezeket az erőket, amit ő birtokol, ezt mindig az ember mellett, nem pedig ellene cselekszi. Azt látjuk, hogy lehet ünnepi hangulatot emelő itallá a bor, hiszen ünnepen vannak, és ünnepen pedig magától értetődő az, hogy már pedig oda kell valami, amitől az ember talán még jobban érzi magát, ami felszabadítja, ami úgy hozzátartozik egy-egy ilyen ünnephez. De az, aminek ott kellene lennie, hát annak most szépen lassan hiával vannak. A szolgák, ahogyan olvashattuk, hallhattuk az igéből, sürögnek. Vagy nem tudják, hogy mi legyen. Ők ott teljes mértékben kétségbe vannak esve. Mert még mindig emberi módon gondolkodnak, ők az szerint járnak el, amit a szolga főnöke, a házigazda, ő megmondott, nekik az a dolguk, hogy vigyék, de hogyha egyszer nincs az, amit kellene vinni, az nagy baj. Ott a násznép, ott vannak a fiatalok, akiket ünnepelnek, és hát elfogy a bor. Honnan vegyenek? Nem az a helyzet itt, mint ami mondjuk az 5000 ember megvendégelésénél, hogy nincs mit enniük, és akkor van 5 kenyér, meg 2 hal. Testvérek, itt nincs semmi. Itt esélytelen, hogy bármi is történjék, ami jó lehet. Mert most bort hozni, ráadásul olyan mennyiségben, ami oda kellene, esélytelen. Elfogy a bor, itt vége van a lakodalomnak, ahogy olvassuk a Bibliában, mennyegzőnek, nagy szégyen a vendéglátónak, nagy szégyen a fiataloknak, mert ilyet senki nem szeretne átélni. Mária, és folytatódik a történet, azért nem marad itt abban, hogy hát testvérek, elfogyott a bor, mindenki hazamegy, hát a fiatalok legyenek boldogok, bár hát így, hát nem tudni, hogy mennyire lesz áldott az életük, mindegy, azért mi megtettük, ami tőlünk telik, itt voltunk, átadtuk a jó kívánságainkat, és akkor mi mennénk tovább. Nem fejeződik itt be a történet, hanem azt olvassuk, hogy Mária, Jézus anyja azért bizakodó. Ő már tud valamit. Tudja jól, hogy ha a fia a közelben van, akkor tudja, hogy Isten ott van, és nem szeretné, hogy ilyen kényelmetlen, sőt, nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerüljön, hanem reménykedik benne, hogy hát, ha valami történik majd. Mit mond? Azt mondja, oda megy a szolgákhoz, és akkor, ahogy a kivetítőn láthatjuk, nem az van, hogy úgy azzal fejeződik be, hogy nincs, hanem azt mondja, hogy bármit mond nektek, mindegy, mi lesz. Bármit mond nektek. Tegyétek meg. Teljesen mindegy, mi lesz az. Lehet, hogy majd valami nagyon furcsa dolgot fog kérni. Mária felkészíti őket erre az egészre. Lehet, hogy majd olyan lesz, ami emberi logikával igazából teljes mértékben haszontalan, mert minek? Soha nem lehessen tudni. Tegyétek meg. Csináljátok azt,
amit ő mond. Teljesen bízzátok rá magatokat. Van ez a kék közösségi oldal, sokan vannak rajta fönt, szerintem a fiatalok közül is már viszonylag sokan vannak fönt rajta, és hát ezen az oldalon saját magunkról viszonylag sok mindent meg tudunk adni, mi érdekel bennünket, mikor születtünk, milyen szép arcunkat tudjuk a világ felé mutatni, meg mindent úgy, amit általában el lehet képzelni, és amit nem lehet elképzelni, még azt is. És van egy ilyen sor, akkor, amikor megadjuk saját magunknál, hogy hát akkor mi érdekel bennünket, hogy milyen politikai nézet az, amihez mi csatlakozunk. És akkor, amikor én ezt így elém került, akkor úgy elkezdtem gondolkodni, és úgy eszembe jutott valami, amit annak idején, hát már régről hozok magammal, hát én nem írtam se jobb oldalt, se bal oldalt, hanem két olyan szót írtam oda, ha szeretné valaki majd megnézheti, nem most, majd ha hazamegy, ami úgy bennem volt, és igazából ez az, amit én megélek, én átadok, átélek mindent, ami én magam vagyok, azt oda leírtam két szóba. Az egyik ez a teokrácia, a másik a krisztokrácia. Mit jelent ez magyarul? Az egyik az Isten mindenek felett való uralma, a másik pedig ugyanez Krisztus nevében. Krisztus mindenek felett való uralma. Ez az, ami tulajdonképpen nekem ugyanazt jelenti, mint ott ebben a helyzetben a szolgáknak, amikor Jézus megszólal, illetve hát amikor Jézus anyja készíti fel őket erre az egészre, bármit mond, tegyétek meg. Teljes mértékben bízd rá az életed. És tedd, amit ő kér tőled. Pedig nem szeretünk függni senkitől. Olyan kényelmetlennek érezzük magunkat, vagy a helyzetet inkább akkor, amikor valaki úgy nagyon erősen próbálná megmondani, hogy mi mit tegyünk. Igazából az egész élet erről szól, fiataloknál a szülők mondják meg, szóval amikor elkerülünk egy munkahelyre, akkor a főnök mondja meg, hogy mit csináljunk. Akkor jó, hogyha az ember főnök, mert akkor neki nem mondja meg senki, de akkor ő megérzi, hogy mi az, amit kellene tenni. De nem szeret az ember függni. Valahogy úgy benne van az a szabadság utáni vágyakozás, ami úgy jellemzi az egész embernek az életét. Milyen jó lenne. És akkor ilyenkor elgondolkodunk, hogy elmennénk egy lakatlan szigetre, és akkor ott nagyon szépen eléldegélnénk, és milyen jó lenne nekünk. Nem nyaggatna senki, hanem úgy a szép magunk csendességében ellennénk. Feszélyezve érzi magát az ember, de nem úgy Krisztussal. Mert itt nem kell félni a csalódásoktól. Addig, amíg emberek közötti kapcsolatban nagyon sokszor előjön az, barátok között is előfordul, hogy én most csalódok a másikban, mert olyat tesz, vagy nem tesz, amire én éppen nem számítottam. Szeretnék ettől az egésztől függetlenedni, és hogyha megnézzük azt, hogy akkor, amikor Krisztus jön oda az emberhez, akkor ettől a csalódástól igazából nem kell félni. Mert Isten Krisztusban csodát adott az embernek, aki tanítványokat gyűjtött maga mellé, és számukra is megmutatta ezeket. Bűnös embereket hívott el szolgálatra, olyanokat, akik nem is gondolták volna, hogy bármikor oda kerülhetnek mellé. És igazából mi bibliaolvasók sem, mert akkor, amikor megnézzük, hát ezek az emberek milyenek. Olyanok voltak, akiket más nem nagyon vett számba. Hát elmentek halászni, éjszaka nem láttuk őket, mert aludtak, illetve éjszaka nem láttuk őket, mert elmentek halászni, nappal meg aludtak, tehát nincs. Úgy voltak, de úgy mégsem voltak. És Jézus pedig őket szólítja meg, és megváltoztatja az életüket gyökeresen. Az, ami eddig volt, az most már nincsen, hanem valami újat helyez a kezükbe. Isten Krisztust emberré teremtette, hozta ide a földre, hogy legyőzze a gonosznak minden erejét.
Krisztusnak az egyed uralma, krisztokrácia, ez már így nem is hangzik annyira nagyon vészesen. Sőt, egészen jól hangzik, hiszen munkájának a következménye az valójában csupa áldás. Az jó, amit ő tesz, legfőképpen annak, aki felismeri. Milyen jó, hogy a szolgák hallgattak Jézusra. Ilyenkor azért bennünk lehetett volna az a félsz, hogy hát tekintettel arra, hogy Jézus nem a házigazda volt, a szolgáknak nem kellett volna hallgatni rájuk. Mert hát miért is? De mégis, akkor, amikor Jézus anyja felkészíti őket arra, hogy hát lesz majd valami, higgyétek el, tegyétek meg, akkor a szolgák hallgatnak rá, és azt mondja, hogy hát akkor van ott néhány kőveber. Tisztaltatási szokásoknak megfelelően állították oda, ott álltak üresen, de hát a szokás szerint tele kellett volna lenniük. És ez baj. Mégis azt mondja Jézus a szolgáknak, töltsétek meg! Testvérek, egy deci víz nem volt benne. Semmi. Azok ott álltak üresen, pedig nem úgy kellett volna lennie. Mindegyiknek tele. Azt olvassuk az igében, hogy darabonként 2-3 metréta fért bele, egy metréta körülbelül olyan 40 liter víznek felel meg. Tehát ez jókora edények lehettek azok, amik oda ki voltak szépen állítva, és hogyha gyors fejszámolást végzünk, én már megtettem odahaza, akkor olyan 80-120 liter víz fér bele egyenként, 6 kővederre pedig levetítve ez, megint gyors fejszámolás, megint nem kell, mert megint elvégeztem ezt odahaza, 480-720 liter az, ami úgy ott kellett volna, hogy legyen. A zsidók tisztálkodási szokásainak megfelelően ezekben az edényekben, és semmi nincs benne. Üresek voltak, kicsit átfordítom, mi nagyon sokszor az embernek a szíve akkor, amikor az Istennel való kapcsolat kerül szóba, előtérbe, amely képtelen befogadni az Isten igéjét, teletölthetnénk, de nincs benne semmi. Nemhogy 2-3 metréta, egy deci se. 6 kőveder, amelyekre igazából tekinthetnénk úgy is, ha még inkább tovább gondoljuk, hogy egyel kevesebb, mint a teljesség számát jelentő 7, ez is ugye nagyon sokszor megjelenik a Bibliában, ami így valójában a be nem teljesedett dolgoknak a szimbóluma lehet. Ott van 6 kőveder, ezek is kiüresedve. Semmi, ami az Istennel való kapcsolatunkat úgy jellemezné. Hát talán ez jellemzi. Minden megvolt itt, csak éppen Isten hiányzott a lakodalomból. És ez itt baj. Ezt kellett volna helyre tenni, ezt kellett volna rendbe tenni először az embereknek a fejében. Ha ott van Isten, akkor hiányt nem szenvednek semmiben. Valamelyik nap megállt mellettem a nagylányom, nincs most itt, azért merem mondani. A bejárati ajtó mellett álltunk, éppen öltöztünk fel, vagy le, már nem emlékszem pontosan, és így megállt velem szemben, így oldalra pillantott, és megkérdezte tőlem azt, hogy mit jelent azon a papíron, ami fönt van a falon, hogy szükség nincsen. És akkor oldalra néztem, és megláttam azt, amit akkor, amikor beköltöztünk a házba, akkor az első dolgom volt fölszegelni oda a falra. Annak idején minden egyes házban ott volt, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mi ez. Ez a házi áldás. Elhoztam, hogy mindannyian megismerjük, ha még nem hallottuk volna, bár szerintem kevesen vagyunk. A házi áldás pedig eképpen szól, hol hit, ott szeretet,
hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. És ott tényleg nincs hiány, mert mindent Isten szeretete, békéje, áldása tölt be. Ahol Krisztus nevét segítségül hívják, ott valójában ma sincs hiány semmiben. Mert lehet, hogy átélünk mi olyan dolgokat, amelyeket úgy nehezen tudunk megélni, de ha Istenhez fordulunk, ha őt hívjuk segítségül, ha belévetjük a bizodalmunkat, akkor meg fogjuk ezt kapni, és újra teljessé válhat az életünk. Akkor másképp élhetjük meg ezeket a helyzeteket a mindennapok során, tényleg áldásként. Milyen jó, hogy a szolgák hallgattak Jézusra, megint csak visszamegyek ide. Az áldás az itt sem marad el. Csak követniük kellett a parancsot úgy, ahogyan Jézus meghagyta nekik. És a boldogság folytatódott. Itt még nem ért véget a történet, hanem ment tovább. Örülhetett a násznép, örülhetett a vendéglátók sora, a család, a fiatal pár. De jó, hogy nem maradtak szégyenben, és örülhetünk mi is. Mert a Krisztussal való közösségünk jele, az egyik jel, az a bor lett. Nyolcadikosok idén készülnek arra, hogy majd pünköstkor konfirmációi fogadalmat tegyenek, és vannak már itt olyanok, akik annak idején nyolcadikos korukban tettek, vagy esetleg tizedikesként. Milyen jó az, amikor Isten áldását, az Isten közelségét, szeretetét, mindent, ami vele kapcsolatos, akár ebben a formában is, így, mondjuk a borral, ami Krisztus kiontott vérét jelképezi számunkra, is átélhetjük. Milyen jó, hogy mi ott lehetünk vele egy közösségben. Krisztus szolgái vagyunk. Kérdés az, mi vajon hallgatunk-e a szavára? Ha igen, akkor mi is csodákat élhetünk át. Ahogy én nekünk is mondja, az Úrra bízzad dolgod, könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond, a bánat, mit gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, s megnyered ügyedet. Milyen érdekes még, ha csodára gondolunk, akkor mindig nagy dolgokat képzelünk magunk elé. Jézusnak pedig nem kell más ehhez a csodához, mint 6 teljesen hétköznapi kővedér, meg víz. Lehet, hogy mi úgy tovább gondolnak, és olyanok vagyunk nagyon sokszor, mint Elizeus próféta történeténél, amikor jön hozzá Naámán, és azt mondja neki, mert hogy leprás, azt mondja neki Elizeus, hogy menjél, fürödj meg a Jordánban 7-szer, és megtisztulsz. És akkor úgy Naámán végigpörgeti a fejében, hogy ennyi. Hát azt hittem, hogy valami több kell. És azt mondják neki a szolgák, uram, ha valami borzasztó nagy dolgot tett volna, hát azt is megtetted volna, hogy meggyógyulj, nem? Hát de, akkor ezt az egyszerű dolgot miért nem tudod megtenni? Menj, fürödj meg, és elmegy, megfürdik, és valóban megtisztul. És egy nagyon egyszerű dolog, ami szintén nem kell tovább gondolni, csak ennyi. De ez Istennek elég. Teljesen hétköznapi dolgok, ami ott vannak, de néha nem is tulajdonítunk neki nagy szerepet. Pedig ezek is Isten eszközei lehetnek abban, hogy higgyünk. Lássuk meg, kedves fiatalok, még fiatalabbak,
az Isten csodáit a hétköznapjainkban. És akkor, amikor ezeket megláttuk, akkor adjunk hálát, hogy Isten velünk is napról napra megcselekszi az ő csodáit. Amen. Gyertek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát az Istennek igéért. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Nekünk sem kellenek nagy dolgok. Nekünk sem kellenek kevésbé hétköznapi dolgok, hogy higgyünk. De aztán mégis. Mert kevésnek érezzük. Mert mindig többre vágyunk. Mert mindig úgy vagyunk vele, hogy ezt már megkaptuk, most valami több kell, most valami nagyobb csoda. És akkor te lenyugtatsz bennünket egy ilyen igével, és megmutatod nekünk, hogy ezekben rejlik az igazán nagy hatalom. Köszönjük neked, hogy mindig józanságra indítasz bennünket, Istenünk. Köszönjük neked, hogy ezek alapján értékelni tudjuk a hétköznap apró dolgait is. Az egymással való találkozást, a beszélgetést, az apró, kedves szavakat, jó cselekedeteket, és mindent, ami az emberi kapcsolatokat, sőt, a veled való kapcsolatunkat is áldottabbá tudja tenni. Akkor pedig, amikor mi követelőzőek lennének, arra kérünk mindenható Istenünk, hogy józaníts ki bennünket, és állíts meg, hogy érjük be azzal a kevéssel, amit te ajándékozol nekünk, de ami ott abban a helyzetben tudjuk, hogy a legtöbb, mert mindenre elég. Olyan jó, hogy mi is átélői lehetünk ezeknek a csodáknak. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy továbbra is légy velünk, és áld meg életünket ilyen apró mozzanatokkal, ilyen apró találkozásokkal. Szent fiadért arra kérünk mindenható Istenünk, hogy gyülekezetünket, akik most itt összegyűltünk, ifjakat, idősebbeket, áldj meg! Add, hogy a ma hallott ige az gyökeret verhessen a mi szívünkben, és 30-60 vagy 100 annyi termést teremjen a te dicsőségedre és embertársaink javára. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy azokkal is, akik nem tudtak most eljönni, hanem otthonaikban, a maguk csendességében, bibliaolvasással, imádsággal fordulnak oda hozzád. Légy velük is. Áld meg a veled való találkozásukat. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy azokkal, akik öröm helyett szomorúságot hordoznak magukban, a gyászolókkal, akik a gyász terhét, fájdalmát hordozzák, akik szenvednek ott belül, bár lehet, hogy kifelé kevésbé mutatják. Őrizd azokat, akik lelki terheket nem csak rövid időre, hanem hosszú ideje hordozzák magukban. Segítsd őket, adj nekik megerősítést, vigasztalást. Urunk Istenünk, áld meg a mi városunkat, és add meg, hogy minél többen lehessenek azok, akik vágyódnak az ige után. De áld meg a mi szerelmes országunkat. Sőt, áld meg az egész teremtett világot, amely lassan
készül az adventi időszakra, és készül a karácsonyra, amikor megünnepelhetjük majd a legnagyobb ajándékot, amelyet te adtál a világnak, Krisztust magát. Köszönjük, hogy eddig is megtartottál bennünket, Urunk, légy továbbra is velünk, nem a magunk érdemért, hanem a te egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak érdemért, kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagyon sok szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek először az alkalmainkat, amelyek a hét elején úgy alakulnak, ahogy szokott lenni. Tehát a bibliaórák meg lesznek tartva, kedden 17 órakor Újvároson, a kisteremben, szerdán 16 órakor a Szent Pál református idősek otthonában, és csütörtökön 17 órakor itt a belvárosi gyülekezeti kisteremben. A rendhagyó alkalmaink, amik viszont a jövő héten várnak ránk, szerdán 8-tól 18 óráig országos körútján a Reformáció 500 busz vándorkiállítás megtalálható lesz a belvárosi református nagy templom előtti parkolóban. Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A megyében itt lesz egyedül mezőtúron, úgyhogy ne szalasszuk el ezt a nagyszerű lehetőséget, jöjjünk is, és nézzük meg ezt a kiállítást, itt lesz a parkolóban. A másik dolog, amit nagyon nagy örömmel hirdetek, hogy elérkeztünk az evangelizációnkhoz, amit minden évben megszervezünk. Pénteken 17 órakor lesz a nyitó alkalma, és a belvárosi gyülekezeti nagyteremben. Szombaton lesz a második alkalom, 17 órától ez is a belvárosi gyülekezeti nagyteremben, és vasárnap viszont az evangelizáció záró alkalma itt lesz a templomban, egyben úrvacsorás alkalom is, és Újvároson nem lesz istentisztelet, mert ide várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Hívogassunk másokat is erre az evangelizációs alkalomra, és hordozzuk imádságban. Vasárnap viszont jövő héten 4:12-kor a Szendély Pál református idősek otthonában meg lesz tartva az istentisztelet, hiszen onnan nem tudnak kijönni erre az alkalomra mindannyian. Adományokat hirdetek Persejpénz belvároson. Az elmúlt héten 18.255 forint volt, Újvároson 7.640 forint. Köszönjük az adományokat, és továbbra is bátorítunk mindenkit, hogy adakozzunk jó szívvel, ahogyan elkészítettük, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Sajtótermékeink a kiáratnál megvásárolhatóak. Ez a kis újság, aminek amúgy az evangelizáció részletes programja és helyszíne az elején van, szintén átvehető, viszont amire figyeljünk, hogy most nem arra megyünk ki, hanem arra megyünk ki, kettő ok miatt. Az egyik, hogy ott van a Nőszövetség vására is kirakva, ami egy hete indult útjára, úgyhogy nézzük meg ezt a vásárt, kicsit bogarásszunk közte. Másik oka pedig, hogy az ifjúsági istentiszteletünk után mindig van egy kis kedveskedés a Nőszövetség részéről. Szeretett vendégségre hívjuk, várunk mindenkit a gyülekezeti házba, és ugye a gyülekezeti házunk is arra van. Tehát a kivonulás, a lelkészi készfogás abba az irányba fog megtörténni. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És akkor énekeljünk egy záró éneket. Újra visszatérünk ifjúsági énekhez. Nincs más Isten. Ha a prédikáció és az ige arról szólt,
hogy Jézus képes csodát tenni az életben, akár azzal, hogy a vizet borrá változtatja, lássuk meg az ő egyéb csodáit is. Nincs más Isten. Énekeljük ezt együtt. Isten tiszteletünk végén áldásvétele előtt énekeljük el fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Lett borrá a víz, voltak a téletre hisz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. És hogyha Isten